Kicsit összefoglalóan felsorolás szerint szeretném elmondani, hogy mi is volt talán a legfontosabb a mögöttünk hagyott 2013-as évben, és mik azok az országos ügyek, aminek persze a kerületre is komoly kihatása lesz 2014-ben. Ha kicsit általánosan néhány elvi szóval próbálnám elmagyarázni a 2013-as évet gazdaságilag különböző nagy társadalmi arányrendszerek, oktatás, ugye egészség, ezek részben elhangzottak, ezek átszervezése tekintetében, akkor azt tudom mondani, hogy az elrugaszkodás, a kiegyenesedés és a válságból való kilábalás éve volt a 2013-as. Ha valaki emlékszik még, hogy hogy kezdtük az évet, ha valaki visszagondol még itt 2012 végére, hogy milyen hírek, milyen konfliktusok voltak Magyarországon, és mi van most itt 2014 elején, akkor azt tudom mondani, hogy valóban az országot 2002-től, tehát a 2000-es évek elejétől egyre mélyebb és egyre nagyobb züllésbe vívő politikának ugye a kijavítása elkezdődött 2010-ben, de lényegében azokat a negatív folyamatokat, amelyek a gazdaság, a társadalom és mondom a sok-sok egyéb területen történtek, ezt lényegében 2012 végére, 2013 elejére sikerült a mostani kormánynak stabilizálnia, megállítania. Lehet mondani kérdésen, hogy a szabadék felé rohanó lovakat megfékezni, megállítani, és 13 volt az az év, amikor el tudtuk. Elindultunk másik, mert már voltak eredmények, a tekintetben, hogy megérte az az út, megérte az a küzdelem, megérte az a munka, amit Magyarország lakossága az elmúlt 3-4 évben megtett. Ugye, hogyha felsorolás szerint próbálnám itt megvilágítani az elmúlt évet, akkor egy picit bajba vagyok, mert értelemszerűen egy politikus hajlamos így a választások előtt még 4 éves időszakra visszagondolni, és nehéz is pontosan leválogatni, hogy mi volt kizárólag 2013-ban, és mi egy szélesebb vagy egy hosszabb időtávban, ugye 2010-től egészen most 14 elejéig. Azért is nehéz ez egy picit, de majd azért megpróbálunk az intézkedéseknél, mert lényegében tendenciájában, irányában olyan lépések történtek 2013-ban is, amelyek elindultak 2010-ben. Most egy példával vagy kezdek itt, például a devizahitelesek, devizahitel problémájának a megoldása. Ugye ennek is volt egy nagyon fontos része a tavalyi évben, hiszen az árfolyam gát intézményének átalakítása, megerősítése az a tavalyi évben történt. Ez egy nagy horderejű problémája, egy nagy horderejű, az egyik legnagyobb kihívása volt a magyar kormánynak, de értelemszerűen ennek voltak lépései már 2010-ben is, 2011-ben is, 2012-ben is, de ez egy folyamatos küzdelem, és még azt mondom, hogy most sem zárult le teljes mértékben, éppen majd a magyar bíróságok döntését várja a kormányzat, hogy ahhoz igazoló jogalkotást is megtegye, de például a devizahitelesek ügyében is, most nem menném a részletekbe, mert akkor tényleg nem az 5-öt, de a 25 percet sem fogom tudni tartani, de például a devizahitelesek ügyében is nagyon komoly lépések történtek, több százezerre nőtt a magyar családoknak a száma, akik a feltételek bővítése, vagy a feltételek kiterjesztése folytán be tudtak lépni az árfolyamgátba, és a korábbi rossz konstrukciók, illetve az árfolyamok okozta problémákat ennek a rendszernek keretében tudják kezelni. Hát ugye itt a végleges megoldást mondom, sajnos csak részben van a kormány kezében, hiszen a magyar bíróságok egy picit elmenekültek a felelősség alól, és úgy kell őket noszogatni, hogy amennyire természetesen egy kormányzat független hatalmiák másik felét tudja presszionálni, legalábbis verbálisan, de próbálja arra sarkalni a bíróságokat, hogy hozzanak meg a megfelelő döntéseket, hogy valóban le tudjuk zárni ezt az igen nehéz és a magyar családok jelentős részét érintő problémát.
De ugyanilyen fontos terület, amely például talán nagyon sokunkat a kerületben éri, a nyugdíjak reálértékének megőrzése, hiszen itt is 2013-as évben tudtuk folytatni azt a politikát 2010-től, részben az infláció alacsonyabb tartásával, 30 éve nem volt ilyen infláció Magyarországon, alig látható, szinte nagyítóval kell keresni, valahol 1% körül tanyázik most jelen pillanatban. De ez is egy fontos lépése volt a 13-as évnek, hogy tudtuk folytatni azt, amit ígértünk, hogy a magyar nyugdíjrendszer átalakítása olyan formán kell, hogy megvalósuljon, hogy a életüket munkával eltöltő magyar emberek nem járhatnak rosszabbul a nyugdíjukkal. De talán a leglényegesebb, vagy a végére kellett volna hagyni, mint a konkrétumoknál, vagy az elején, ami lényegében az idei évben indult el, ha jól emlékszem, hogy január 1-ig az első rezsi csökkentés, az pont talán a legeklatánsabb és legjelentősebb példája a talpraállásnak, a kiegyenesedésnek, annak, hogy a magyar gazdaság, a magyar társadalom 2010 után azt az egy-két évet munkával eltöltve megerősödött kellően ahhoz, hogy azt mondja, hogy most már meg tudja azt tenni, hogy korábbi rossz privatizációs szerződések hagyatékaként, kormányzati nem törődömség miatt elszabadult energia és különböző rezsi díjaknak megállt parancsol. Ez nem volt egy egyszerű mutatvány, lévén, hogy nagy nemzetközi, komoly tőkeerővel bíró, monopól helyzetben lévő szolgáltatóknak kellett azt mondani, hogy ennyi volt, és akkor most tessék kicsit hátrébb jutni, és tessék a kasszától egy kicsit elmenni, és ezt a pénzt, ezt az extra profitot az embereknél hagyni. Ez egy gyenge kormány, egy olyan kormány, amely nem áll a két lábán, nem kellő gerincsel áll neki, nem tudja megcsinálni, hogy nem tudta megcsinálni 2010 előtt egyetlen egy kormány sem. Na, ezt az utat elindultunk, és ezen az úton, hát ha lehet mondani, megyünk tovább. Én azt gondolom, hogy ezt majd persze a történelem megítéri, de az, hogy lényegében egy év alatt 20%-kal sikerült, ha csak a 13-as évet nézem, tehát 20%-kal sikerült levinni a magyar családok mindennapjait érintő költségeket, azt gondolom, hogy ez az elmúlt év egyik legnagyobb eredménye, és nem beszélek a jövőről, majd a végén egy picit összegzés szerűen, de hát látjuk, hogy ez a harc, ha lehet így mondani, ez folytatódik. Ugye most alapvetően olyan intézkedéseket sorolok föl talán, amely a magyar kormány, a magyar társadalom szerkezetét így megítélni. Ugye vannak a lakosság, az állampolgárok ügyeinek az intézése, van a vállalkozások, ugye az országot működtető vállalkozások, és van maga a kormányzat, mint az egészet koordináló szervezetnek a megújításának a problémája, és a lakosság ügyeiről értekeznék, vagy itt ezeket sorolnám föl. Nagyon lényeges talán, amiről részben esett szó, hogy nem csak egy oktatási rendszer átalakítása történt meg a tavalyi évben, hanem a tavalyi évben lényegében egy pedagógus életpálya modell is bevezetésre került. Ezzel párhuzamosan azt gondolom, hogy hosszú idő óta először történt egy olyan életpálya modell kialakítása, fizetésemelése, nem csak egy illuzórikus, a jövőben majd jobb lesz korábbi ígéreteket jelentő rendszer kialakítás, ahol érezhető módon szeptember 1-től 10%-okkal nőtt a pedagógusoknak a bére, és további béremelésekre számíthatnak az elkövetkező időszakban. Én azt gondolom, hogy az az átalakítás, ami talán a polgármester úr meg a polgármester urak is részben említettek, hogy egy nagy átalakítás, ez úgy volt igazságos egyébként, hogy ebben az átalakítás, mint ahogy szó esett, nem egy könnyű faj, abban mindig vannak nehézségek, mindig vannak problémák, de ezt úgy kompenzálta az állam, hogy igenis azt mondta a tanároknak, hogy gyertek, szálljatok be ebbe, legyetek közreműködők,
de mi cserébe forrásokat egy korrekt életpálya modell kínálunk számotokra. Én azt gondolom, hogy ez is az egyik nagyon fontos eredménye volt mögöttünk hagyott évnek. Talán a kerületben élőket, bár Cinkota felé nem biztos, ez így van, kevésbé érinti, de nagyon lényeges az ország egész szempontjából a tavaly éven elfogadott föltörvény. Tehát annak a kimondása, hogy természetesen vannak realitások, hogy az Európai Unióban élünk, tehát nem lehet olyan paragrafust adni, hogy már pedig senki nem vehet földet, mert akkor ki kéne lépni az Európai Unióból, de okosan a lehetőségeiket ismerve, kicsit furfangosan a magyar észjárás minden csinyát, és a, hát nem utolsó sorban a külföldi tapasztalatokat, hiszen tőlünk nyugatra is ezt így csinálják, Dániától Németországon át nagyon sok helyen, hogy lényegében ezt így nem deklarálva, de azt elértük, hogy magyar emberek, helyben lakó emberek, a földműveléssel foglalkozó emberek tudnak igazából Magyarországon csak földet venni, és ez a legfontosabb nemzeti kincsünk, ami nem a miénk, hanem a gyerekeinké, meg az unokáinké. Azt gondolom, hogy egyetértettük, hogy a világ egyik legszerencsésebb helyén élünk, tehát az itteni értékek megőrzése az a jövő megőrzése is egyben. Mondják azt, hogy páran átsígóznak is erre. Ennek a megőrzése az egy létfontosságú dolog, és az a törvény, amit elfogadtunk, támadják akár jobbról, akár balról. Ez egy nagyon létkérdés abba, hogy az ország tényleg hosszú távon a saját lábára és a saját erőforrásaira építve tud-e fejlődni. Sok minden történt egyébként, még nem akarnék belemenni, itt már ami egy kicsit átvezet talán a vállalkozások világa, és nem sorolok fel, de elnézést, mert tényleg akkor sokáig ülnénk itt. Nagyon lényeges momentum volt az élő munkát terhelő járulékoknak a csökkentése, amit ugyan az emberek közvetlenül nem a pénztárcájukon éreztek meg, hanem ugye a munkáltatónak kellett kevesebbet fizetni utána, hogy a munkahelyvédelmi akciótervvel a mai napig több mint, tehát ezt a munkahelyvédelmi akciót talán emlékeznek rá, ugye ez a munkahelyen, vagy a munkahelyi életben veszélyeztetett korcsoportokra vonatkozott, 25 év alatti, 45 év fölötti, gyesről visszatérés, különböző olyan munkavállalói csoportok, akik a leginkább kivannak téve az elbocsátásoknak, a gazdasági válság esetén a vállalkozások leginkább őtől szabadulnak, meg idézőjelben a költségeik csökkentése véget. Ezek a csoportokra talál ki egy olyan konstrukciót a kormányzat, hogy ami egy korábban is mondtam, hogy Magyarországon magasabb voltak az élőmunka terhei, tehát ennek a munkavédelmi akciótak keretében a vállalkozásoknak megérte megtartani, vagy fölvenni ezek a csoportokba tartozó munkavállalókat. Ennek az eredménye több mint 100 000 megőrzött munkahely. Több mint 100 000 munkahely. Na most az eredmények között, én nem akartam az eredményekről beszélni, inkább csak az intézkedésekről, de az idei év, például, ha ez a kiegyenesedésnek és a talpraállásnak az évekét írtam a 13-at, akkor a legjobb példa arra, mert most nem tudom, hogy az idei év elején vagy a tavalyi év végén 91-2 óta először Magyarországon a munkából élők száma meghaladta 4 milliót. Decemberben akkor van, hogy nem tudja nálam, mert már keverednek itt a hónaposnak a dátumot meg, de írjuk a tavalyi évre az eredményre, és az, hogy nem esett vissza januárok, de jelen visszaszokott esni egyébként a foglalkoztatottság, mert egy tartósan, akkor így lehet mondani, 4 millió fölé emelkedett az adófizető a munkából élőknek a száma. Én azt gondolom, hogy ez is egy alapja, ez legalább annyira fundamentumának kell lenni egy egészséges országnak, mint egy jó földtörvény. Ez többek között annak köszönhető, hogy ugye több embert vettek föl, vagy több ember maradt munkában, mint aminek megszűnt a munkája, és ez részben, ha nem nagy részben, ennek a munkahelyvédelmi akciótervnek köszönhető. A minimálbéremelésről, a gyedesztráról, a kiskeresetőeknek a gyermekek utáni adóságától kezdve föl tudnék sorolni sok olyan intézkedést, ami a tavalyi évnek az eredménye. Összességében, hogy most a lakossági részeket nézzük, akkor azt tudom mondani, hogy igenis a
2013-as év volt az, amikor egyértelműen és a magyar állampolgárok jelentős száma, jelentős részének számára megszűnt a gazdasági válság. Nem mondom, hogy mindenki jól él, még azt sem merem mondani, hogy mindenki jobban él, de az a válság, amelyben Magyarország belesodródott 2002 után, ez a válság a lakosság számára megszűnt. És ez egyébként, most, ha megyek át a vállalkozó világába, akkor azt tudom mondani, hogy a legjobb indikátor, a legjobb mérőszáma ennek, hogy a belső fogyasztásnak a kérdése, ami már a vállalkozói világban úgy jelentkezik, hogy a magyar KKV, aminek az a missziója, hogy a magyar gazdaság alapját adja, nem feltétlenül baj, mert szóval egy országban sok nemzetközi cég van, de azok jönnek, mennek, éppen hol jobb a világgazdaságnak a szere, akik itt maradnak, akik nem költöznek el, főleg nem kergetik el őket, és nem azt mondják, hogy akkor tessék majd elmenni, tehát akik itt maradnak, azok a KKV, és az ő számra a legfontosabb a belső fogyasztás. Mert ugye már külön tudok elvésben, hogy miért fontos az a kerekítás politikája, hogy ne csak a belföldi piacjének a vállalkozók, hanem igenis merjenek egyről a kettőre lépni, merjenek a világba exportálni, hanem az Európai Unióba, akkor keletre, ahol van nagyobb a növekedés. Most én nem kalandoznék el erre, mert csak azt mondom, itt összekötve a lakosság és a vállalkozók mindennapjait, hogy a 2013-as év volt az, amikor megfordult a belső fogyasztásnak a mutatója, és érzékelhetően, egyébként ha nekem van szerencsém naponta, tehát hetente többször is egy-egy elfoglaltságot a vállalkozókkal beszélni, boltosokkal, vendéglátósokkal, akik ezt már érezték a tavalyi év közepén. Most nem beszélek a turizmusról, ami rekordokat döntöget, és túl vagyunk, nem hogy a válságon, de rekord volt a tavalyi év a turizmusban, mind a beutazásban, mind a belföldiben. Tehát ez a fogyasztás megfordult, a fogyasztás elkezdett növekedni Magyarországon, és ha ezt nem akarom elmondani, de egy fölvezetésben benne volt az én alap tevékenységem, akkor nem inkább a vállalkozó világ, ezért ebben jobban el tudok itt merülni, csak az időkeretre tekintettel fogom vissza magam, de ugye ami lényeges itt a vállalkozások tekintetében, hogy ugye azzal, hogy a belső fogyasztás növekszik, a lehetőségek ugye egyre jobbak, de ehhez hozzá kell venni, hogy a belső fogyasztás nem akárhogyan kezdett el nőni. Ugye egy egészséges belső fogyasztás növekedés van, mert egy nem hitelből van. Ugye mert volt Magyarországon belső fogyasztás növekedés, olcsó devizahitellel, emberek, vegyétek föl, költsétek, hogy adjátok vissza, az meg nem érdekel senki, mert egyébként az állam nem áll oda mellétek és nézi meg a szerződéseket, hát volt ilyen világ is, most nem ilyen világ van, most olyan világ van, hogy az emberek többet takarítanak meg, és ez a, mondták azt nekem páran így nálam okosabb emberek, hogy ha volt értelme a 2009-es, 8-as válságnak, meg az utána való kormányváltásnak, az az, hogy a magyar ember egy jelentős részének a fejében a szocializmus most szűn meg. Ugye, mert ugye nem az volt itt a kádári nosztalgiából, hogy majd az állam megoldja, meg akkor hagyja, hogy fölvegye olcsó hitelt, aztán nem tudom fizetni, akkor majd valamit csinál. Tehát ez megszűnt, és úgy tudott növekedni, és úgy tud az idejében is növekedni a belső fogyasztás, hogy közben az emberek nem vesznek föl hitelt, vagy legalábbis többet takarítanak meg, mint amennyit költenek, és a több megtakarítás mellett is többet tudnak költeni. Most ezt, ha levezetem, ezt majd a végén akartam egy pár számot mondani, hogy ezt sokszor mondjuk el, néha már talán túl sokszor is ahhoz, hogy komolyan lehessen venni, de meg számokra, hogy jóval több pénz van az embereknél. Jóval több pénz van az embereknél, mint volt 2010-ben. A probléma az volt 2010-11-12-ben, hogy akkor bizonyos csapok nem voltak elzárva, és hiába volt több pénz az embereknél, devizahitel törlesztésbe, rezsibe és olyan különböző csatornákon kiment a pénz. Tehát hiába hagytunk ott több pénzt, ez nem jelent meg sem a megtakarításban, sem pedig a fogyasztásban. Ezeket a csapokat elzártuk, ugye részben ez a rezsicsökkentés, ez a devizahitel problémának a lezárása,
De most már több pénz van az embereknél, többet takarítanak meg, és többet költek, és a több költés pedig átveszik a vállalkozói világban, hiszen a vállalkozók egy jelentős része érzi ezt a több pénzt, abban, hogy több szolgáltatást, több terméket vesznek tőle, és ha ez növekszik, akkor értelemszerűen ezzel növekszik a foglalkoztatás is, mert akkor nem 2-3 ember kell a boltban, hanem lehet, hogy 4, és föl kell venni plusz egy embert. De ha már a vállalkozásoknál tartunk, akkor talán nagyon lényeges, ez megint csak azért, hogy az apró dolgok is fontosak, új adózási formát vettek bevezetve a tavalyi évben. Én éveken keresztül hallgattam, akkor még ellenzéki képviselőként, hogy például hogy nem lehet megcsinálni a pénzforgalmi számlázást, ugye ez aki nem mond egy szó, hogy semmi, tehát ugye nagyon sok a körbetartozás programban abból adódott, azok, hogy az állam korábban késre fizetett, és ez begyűrűzött a gazdaságban, hogy a vállalkozó elvégezte a munkát, kiállította a számlát, vagy szándékosan, vagy nem szándékosan nem fizették ki neki a számla árát, de neki az államnak az áfát be kellett fizetni. Tehát kétszer bukott a sztori, ha nem fizették ki neki a számlát, mert elbukta a munkájának az ellenértékét, de az állam meg ott kopogott és kapodgált a hátát, hogy hát engem nem érdekel, hogy téged nem fizettek ki, de annak a számlának a 25%-a, vagy ugye most 27%-a az adó, azt ez engem nem érdekel, és befizetni az államkasszába. És ez nagyon sok kis vállalkozási tökletet, mert például ilyeneket változtattunk meg, hogy ma már vállalkozó kérheti azt, hogy pénzforgalmú számlát állítson ki, vagyis csak akkor kell befizetni az áfát, hogyha egyébként. Ez nem minden szektorban jó, mert most nem megyek elő vele, mert ez egy külön történet, de ilyen, arról nem beszélek, hogy van általán adózási lehetőség a vállalkozások között, a kata, aki van, bármi nem ért el azt a szintet egyébként, amire kitaláltuk, vagy kitaláltatott, de nagyon sok vállalkozás számára könnyíti meg az életet. Megint csak nem megyek vele az uniós forrásoknak kérdése, a Nemzeti Bank hitelprogramja, hát Magyarországon lényegében 2008-2009 vannak itt vállalkozók, ismerősök, nem volt hitel, volt hitel 15%-ért. Most tessék nekem megmutatni azt a gazdasági ágazatot, amely még megéri fölvenni 15%-ra a hitel, úgyhogy még visszafizetem a banknak a pénzt, és még nekem is van egy. Van egy-kettő ilyen, de nem ez a fő tendencia. Na most ahhoz, hogy a gazdaság beinduljon, az, hogy a fiókban lévő magyar emberek azért tehetségesek, tehát vannak ötletek, tervek, hogy ezek a fiókok kikerüljenek, az kellett, hogy gyerekek 2,5%. Hát akkor már lehet, hogy megéri. Tehát egy vállalkozó abban, hogy egy 5%-os megtérülésre egy projektet megtervez, az már valami, akkor 2,5 visszafizet a banknak, 2,5 nem marad neki. És beindul a gazdaság, új embereket vesz föl. A hitelezés beindítása nagyon lényeges része, és a legfontosabb, ugye erre már visszatértem, vagy ezt már említettem, ugye maga a belső fogyasztásnak a megindulása, és akkor tényleg nem megyek bele itt az export ösztönzésbe, de nagyon lényeges szám az, hogy a hazai KKV hosszú idő után először a magyar exportban a részarányát növelte. Ez még kicsinek tűnik, mert 24-27%-ra, de ehhez hozzáveszem azt, hogy az elmúlt 3 évben a magyar export folyamatosan bővül, tehát nem egy olyan százalékos növekedés van az, hogy az egész csökken, és azon belül a KKV növekszik, hanem egy folyamatosan és elég masszívan növekedő magyar exporton belül a hazai KKV-nek a szerepe, az növekedett. Ez egyébként pontosan annak a politikának talán az eredménye, ami valóban a hazai vállalkozásokat állítja a központba. És már így is sokat beszéltem, egyetlen egy dolgot eredményként itt a végére. A lakosságról említettem néhány szót, a vállalkozásokról említettem néhány szót, vagy a vállalat világáról. Ez maga az állam költségvetése. Tehát ugye az teljesen logikusan, ha az állam saját maga nem tud rendesen gazdálkodni, akkor mégis hogy várhatja el, vagy miből gondolnánk azt, hogy majd a háztartások rendesen gazdálkodnak, hanem nem mutat példát. Akkor a háztartások miért működnének rendesen, vagy a vállalkozások miért működnének rendesen. A legfontosabb dolog az 2010-ben az állami részt érinti, hogy a magyar költségvetést egyensúlyba lehetett hozni. Egyensúlyba lehetett hozni egy nemzetközi válság mellett, egyensúlyba lehetett hozni egy elég ellenséges külföldi hozzáállás mellett, mert ugye itt azért volt egy kis átcsoportosítása a nemzeti vagyonnak a monopóliumok és múlti banki világából a hazaiak felére, tehát volt egy elég erős ellenszél, erről talán lehetne külön előadást tartani, de egy nemzetközi válság, egy nagyon nehéz örökség,
most nem kell azt nem tudom, hogy 2010-ben Görögországgal voltunk, körülbelül egy ország kockázati soron. Meg kell nézni, hogy Görögországban, a szigeteit fele talán megmaradt, mert abból fizették ki a, éppen most nem is tudom melyik nap olvastam, hogy az Athéni Múzeum a valamik író gyűjteményként eladni. Tehát olyan szinten van a görög gazdaság, hogy a nemzeti vagyon ilyen aprónak tűnő részeit kénytelen értékesíteni ahhoz, hogy éppen nekem a harmadik nemzetközi mentőcsomaghoz fordulnia. Azért Magyarországon nem így állunk, mert mindeközben visszavásároltuk, amit ugye úgy eladtak, hogy elherdáltak. Tehát a főgáz állami tulajdonban van, és a MOL-nak visszavásároltuk a 25%-át. Tehát emellett nem, hogy eladtuk a nemzeti vagyont, hanem még gyarapítottuk is. Tehát mindenellen sikerült a magyar gazdaságot a 2013-as évről beszélek, a negyedik éve, ugye 10, vagy a 10-ben azt hiszem, talán necces volt, de 11, 12 és 13-ban harmadik évnél is az Európai Unió által előírt 3% alatt tartani, és 8 év, nem is 8, 2004-től 2013-ig, az 9 év, vagy hol számolom, 9 év után Magyarországon megszűnt a túlzó deficit eljárás, az Unió indít azokán, akik nem tartják be a Maastricht kritériumokat, ha lehet mondani, és akkor nem is körítek, ez a legnagyobb dolog. Úgyhogy egyébként több, aztán 8 vagy 9 európai ország benne van ebben az eljárásban, és évek óta nem tudják a költségvetési hiányukat rendbehozni. Tehát ez a legnagyobb talán ilyen pénzügyi eredménye az országnak. Csak egy utolsó gondolatkör. Hát mit szeretnék most? Itt nem, ez nem a... Hát... A pénz boldogán nem maximum szabadná tesz, de ennek a filozófiai részében nem menjünk vele. Az se rossz, persze, de hogy mikre kell fókuszálni, két dimenziót engedjenek meg. Kerületi szinten mire kell szerintem fókuszálni az előttünk álló időszakban, illetve országos szinten mi a tét. Itt a kerületről én nem akarnék túlságosan, de néhány fontos dolgot azért, amiért közösen kell küzdenünk, ez a tömegközlekedésnek a kérdése, itt főleg a hét metró kérdése, a uniós forrásoknak az új rendszerében hogyan tud a kerület, ez nem lesz könnyű, hiszen itt változnak az arányok, és Budapest-Pest megye az nem lesz jobb helyzetben, sőt rosszabb helyzetben lesz. De ez egy fontos kérdés, de a panelprogramtól kezdve van jó néhány olyan, amivel polgármester úrral közösen azt gondolom, hogy sokat kell és tudunk is majd tenni a kerületét. Viszont még egy zárójel, hogy országosan mi a tét. Könyvvezet vagyok, mert épp ma volt a parlamentben egy felszólalásom, aki hallotta attól elnézést kérek, mert nincsenek sokan, mert nem idegesték magukat ilyen műsorok nézésével. Számszerűsíteni kellett azt, hogy ugye van ma egy olyan kérdés, hogy mi lesz április 7-e, vagy 6-a után, hogy gazdaságpolitikában mi szűrhető le nagyjából a mostani kormánypártok és az ellenzéki pártok elképzelései között. És hát most én nem akarnám megkockáztatni, hogy mi lesz a következő, ha a Fidesz-KDNP alakít kormányt, hogy mi lesz a következő kormányprogram. De nagyjából az lesz, hogy ezt folytatjuk, utána a némi felsorolással, de nagyjából ezekre a tendenciákra lehet számítani, tehát a lakosság terheinek csökkentése, a hazai vállalkozásoknak a segítése, a nagy monopóliumoknak lehetőleg a hatalmának a visszaszorítása, tehát nem mondom, tehát nagyjából ezek a tendenciák vannak, családi adókedvezmény, nyugdíjak megőrzés és egyéb, és ezzel szemben ugye vannak ma már ilyen megnyilatkozások, hogy nagyjából hogy képzeli el a másik oldala, bár itt ugye, mivel elég színesek, elég nehéz köztük kiigazodni, hogy éppen ki mit akar, de ha itt mazsolázunk ebből, például a családi adókedvezmény megszüntetése, amit most nem mondok neveket, ugye már itt belengedtek, ez egy olyan mínusz 200 milliárd. Tehát a január már a családoktól való elvétel tekintetében, tehát hogy mi a tét az előttünk előjében, de itt ki kellett számolnunk ma, hogy az a bejelentés, hogy 3-400 ezer forintnál magasabb jövedelmekre, ugye ez bruttó, kiterjesztenék egy újabb adókulcsot, valami 30%-kal,
ez több mint 1 millió embert, vagy 1 millió családot érint. Ez a mostani számítás szerint 100 milliárd elvétele a családoktól. A GDS-ről most nem beszélek, most azok is támogatják, akik korábban akarták szüntetni, de mondjuk az egy 20-30 milliárdos tétel, és akkor a rezsicsökkentés, ugye, ami egyre robosztusabb évről évre, ez egy 3-400 milliárdos tétel. És hogy mi van a másik oldalon, ugye ha az ígéret vagy fenyegetés ki hogyan értelmezi, hogy a rezsicsökkentésnek nincs értelme, akkor ez a 3-400 milliárd minden nem a lakosságnál van, hanem a szolgáltatóknál, és ha ugye azt számoljuk, hogy a családi adókedvezmény, a plusz adókulcs, GEDEX-ra, meg ezeknek ezt honnan kompenzálják, nagyon egyszerű, mert ugye két vége van a mérlegnek, ugye ez kb. 500 milliárd forint, 5-600 milliárd, na ennyit szed be az állam a bankadóból, meg azokból a monopóliumok és nagy multik megadóztatásából, amit nagyon támadnak. Tehát a tét az nagyjából a következő választáson, nagyon számosan akarom, az egy 6-700 milliárd plusz a rezsiköltség. Én azt gondolom, hogy a magyar emberek, ha volt is olyan időszak, amikor el lehetett őket bizonytalanítani abban, hogy mi a saját érdekük, és elhitték, hogy a saját érdekük az nem az, hogy önálló több pénz legyen, mert ennek a világnak vége van. Tehát én azt hiszem, hogy látható az, hogy a tavalyi évnek voltak eredményei, valóban azon az úton szerintem jó irányba haladunk, amilyen indultunk. Ez meggyőződésem szerint az önkormányzati szinten, a vállalkozói szinten és a lakosság szintjén is egyre több embernél jelenik meg, és remélem, hogy ha tovább kapunk bizalmat, akkor ez még több szereplőnél lesz kedvező jövő évben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.